Bridget Wellinger, Hív Tárlet, 24 karácsonyi mese. Tizedik fejezet, Hópejhecske. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Mariának és Ivánnak hívták őket, és egy kis házikóban laktak az erdő mellett. Békében és nyugalomban éltek, csak egy valami hiányzott a boldogságukhoz, soha nem született gyerekük. Egy téli délelőtt amikor sűrű pályák szállingoztak az égből, a falu gyermekei olyan boldogan hempergőztek és húgolyoztak odakint, hogy Maria és Iván is kedvet kapott a játékhoz. Nosza, építsünk egy húasszonyt a kertben, mondták. Oroszországban gyakran építenek húasszonyokat. A két öreg felvette a kabátját, a meleg csizmáját, és azonnal a munkához láttak. Húlabdát gyúrtak a fejnek, aztán két nagyobbat a mákasnak és a hasnak, aztán négy kicsit a karnak és a lábnak. Hát, kicsit kicsi lesz a asszonynak, tűnődött Iván. Maria erre csak nevetett és megnyugtatta. Akkor legyen inkább hó asszony, egy bájos és édes kis húpejhecske. Szép óvatosan megformálták a szemeket, az arcocskát, az orrot, de amikor Iván a szájhoz érkezett, Meleg leheletet érzett az arcán. Meglepetésében hátra hőkölt. Egy pillanat múlva a hó a szemét is kinyitotta. Kék volt, mint a jég. Aztán hopp, lehullott róla a hóréteg, mint főtt tojásról a héj, és előlépet belőle a legszebb lány, akit életükben láttak. Ámulva nézték ezt a csodát, és csak akkor tértek magukhoz, amikor a reszkető kislány átölelte őket fehér karjaival. Jaj, a mi hópályáczkénk fázik kiáltott feliván. Vigyük be gyorsan a házba! a karjába vette a kislányt és bevitte a melegbe. Marja utánuk sietett, miközben a szíve a torkában dobogott az örömtől. Gyorsan keresett néhány vastag ruhát, hogy felöltöztesse. A kislány azonban nem kérte a meleg holmit, csak egy könnyű pamut ruhácskát fogadott el. Aztán végig a házon, és mindent megcsodált, hol erre, hol arra mutatott rá ámuló szemekkel, de egyetlen szót sem szólt. Marja és Iván lépkedtek utána, és mindennek megmondták a nevét. Így esett, hogy a kislány estére megtanult beszélni. Teltek a hetek, hónapok és csuba meglepetés és öröm töltötte ki az öreg házas pár napjait. A hókislány nagyon gyorsan nőtt, növekedett, és olyan jó volt, olyan szép, olyan okos és kedves, hogy nyugodtan kijelenthetjük, ilyen tökéletesen engedelmes gyerek, csak is a tűntérmességben létezik. Maria és Iván egyre csak örvendeztek, és igyekeztek mindenben a hókisasszony kedvére tenni. Maria színes ruhákat vart és kötött neki, Iván pedig játékokat készített. A falubeli gyerekek is rajongtak hópejhecskéért. Gyakran összeveztek azon, hogy melyikük játszhasson bele, de ilyenkor a kislány csak rájuk nézett jégkék pillantásával, és csendesen megrázta a fejét. Ilyenkor mindannyian abba hagyták a veszekedést, és azonnal kibékültek. Hópejhecske legjobb barátja, suska volt, a kutyus, Korábban az volt a dolga, hogy vigyázzon a gazdaságra, mérgesen morogjon az idegenekre és terágassa az állatokat, de ettől kezdve más sem csinált, mint hópahecska nyomában járt egész nap. Már a legelső naptól fogva együtt ettek és játszottak, vagy együtt aludtak hópahecska hideg hálószobájában. A kislány is, csak úgy tudott elaludni, ha nyitva volt szablak. Mária és Iván örült, hogy a kutya mindig bele van, már tudták, hogy amíg ő vigyáz rá, soha nem eshet baja. Lassanként kitavaszodott. A kis ház lakói egy ideig meg sem érezték, mert a házikót óriási fák árnyékolták, de ahogy csivitelni kezdtek a madarak és kibújtak az első kikeleti virágok, Hópehecská egyre szomorúbb lett. Miért nem mész ki a napra játszani, aranyom? kérdezte Marja. Nagyon jó idő van. Ekkor különös dolog történt. A kislány életében először nem átmondott. Felállt és kiszaladt a házból, de csak a sötét fészerbe ment. Suskával játszott egész délelőtt. Egy napon eljöttek hozzá a falubeli gyerekek, csupa ünneplőben feszítő fiú és virágkoszorús kislány. Ma van a tavasz ünnepe, kiáltottak be a házba. Gyere velünk, hó kisasszony, nagyon szeretnénk, ha jönnél. Addig kérlelték hogy Hópejhecske beleegyezett. Indulás előtt még szeretettel megölelgette Marját és Iván, azután kiment a gyerekekkel a mezőre. Nagy ünnepet ült a falu, táncoltak, énekeltek, ettek, ittak, és tavaszi tüzeket gyújtottak. Gyere, Hópejhecske, hívogatták a gyerekek. Ugorjuk át a tüzet, szerencsét hoz. Azzal boldogan megfogták egymás kezét, neki szaladtak és ugrottak. Igen ám, de amikor sértetlenül földet értek a tűz túloldalán, a hókisasszony nem volt sehol. Szegény hópejcske úgy kimelegedett a tánctól és a tűzhevétől, hogy elolvadt. De nem tűnt el teljesen, hanem akár egy meleg sóhaj felszállt az égbe. Most is ott van, egy felhőnülés várja, hogy mikor szállhat alá megint a földre hópely hugocskáival. Még az is lehet, hogy egy különösen varázslatos pillanatban. Ha valaki teljes szívőből kívánja, hópejhecske, megint kislányjá változik.